Biztos. Nem hallom, mit mondasz? Megint lefagyott a számítógép. Tudod, mit tudok ezzel a számítógépet csinálni? Belefejelsz, Gyula. F5-öt nyomkodni, és akkor sem történik semmi. Az mi az az F5? Az. Ne sértekes, Gyula, tudod, hogy nem értek hozzá. Hultárt. Ahogy az várható volt, Giancarlo Fisichella-t néztem a most ki magának játszótársként, és lelkesen üldözi. Te nagy szégyen lenne, ha megelőzné Gyula. Pedig megfogja. Elhiszed? Na most, ha ez a Red Bull Racing-es autó ezt kibírja, akkor én Nobel-díjat adok neki. Jajjaj! Megcsinálja? Azt nem hiszem el. Hát ez nagyon komoly volt. Hölgyeim és uraim, David Coulthard újra született ezen a versenyen. De ez nagyon komoly volt. Nagyon messze volt tőle. De várj egy picit. Az én meglepetésednél csak Fisichelláé lehet nagyobb. Nézd csak. Nézd is a tükröt. Hát úgyse próbálja meg. Nem-e. Látod, még vissza is igazított. Jaj. És akkor a hang te becsapott. Tehát Fisichella tényleg ez... Tehát ez nagyon csúnya. De várjál, majdnem Webber is megjött. Képzeld, mi lett volna, ha nem nézi? Igen, ebben az a csúnya, hogy belenézett a tükörbe és megnyugodott. Fú. Csúnyán, rondán, beteg módon át lett verve. Na de várjál. Ezután, miután, hogy ilyen nagyon durva kötényt kapott, még majd Webber is megalázza.